Jótékony hangulatban indult a 2017-es év is városunkban. Január első szombatján rendezték meg a székesfehérvári jótékonysági estét, amelyen a megyei kórház gyermekosztálya számára gyűjtöttek pénzt csak úgy, mint a pár héttel korábbi adventi futáson. A két rendezvényen összegyűlt több mint 6 millió forintból ágyakat vásároltak, így csak nem 50 új fekhelyel gazdagodott az osztály. Nagyon örültem, mikor polgármester úr telefonon felhívott, hogy milyen céljuk van, hogy a jótékonysági bál, illetve a futás bevételét a gyerekosztálynak szánja, és amikor kérdezte, hogy mégis mire gondolok, akkor én mondtam egyből, kapásból, mert amikor beköltöztünk ebbe a csodálatos épületbe, ami tényleg, hogy mondjam, tervezésünkkel együtt alakult ki, tehát beleszólhattunk, hogy hogyan legyen az épület, akkor egy dologra nem maradt pénz, az az ágyak cseréje. És azóta próbálkozom itt-ott mindenütt, és hogy most ez egyszerre megvalósult, ez egy csodálatos dolog, és nagy öröm számunkra. Hány ágyal gazdagodott az osztály? 48, most már megtanultam összeadni, tehát 19 felnőtt méretű ágy és 29 kisded méretű ágy. Ez azt jelenti, hogy azon különleges kórházak közé tartozik a székesfehérvári, ahol az édesanyák ott lehetnek gyermekük mellett és segíthetik a gyógyulást? Igen, a gyerekbarátságra óriási figyelmet szentelünk, és ahol lehetséges, nyilván az, hogy minden gyerek mellett ott legyen az édesanyja, ez egy álom, de mind a gyerekosztályon a kisebb gyerekeknek, kisdedeknek van két-két anyás szobájuk, a csecsemő osztályon 5 ilyen ágyunk van 3 szobával, és plusz a szoptató anyukáknak van egy 6 ágyas szoba, ők főleg a koraszülött részlegnek a édesanyjái, és napközben bent lehetnek a szülők a gyerekekkel. Elvileg éjszakára, ha nagyon akarja valaki itt marad, de a szülők megértik és megérzik, hogy jó kezekben vannak, és nem igénylik azt, hogy mellettük feküdjenek. Felnőtt méreti ágyaink vannak, tehát hogyha nincs annyi gyerekünk, és meg tudjuk tenni, hogy az anyuka ott aludjon mellette, akkor természetesen megengedjük. Mitől különlegesek ezek a gyermekágyak? Egyrészt színesek, azt már láttuk, tehát gyermekbarátok, de mire képesek, mit tudnak, mitől különlegesek? Amellett, hogy gyermekbarátok, az ágyak döntő többsége kerekeken mobilizálható, tehát a gyerekeket ezzel tudjuk szállítani. A másik előnyük, hogy állítható támlájúak, tehát ha például nehéz légzése van a gyereknek, de nem kerül még be intenzív osztályra, sokkal könnyebb a levegővétel, hogyha félig ülő helyzetben fekszik. Biztonságosak, mert kisdedek számára kiesés veszélye nem merül föl, és hát amit mondott ön is, hogy a színességük az egy kicsit oldja azt a kórházi fehér hangulatot. Látszik ugye az ajtófélfák is színesre vannak festve, tele vannak a falak különböző színes figurákkal, gyerekmesékkel, a óvodába kijönnek, hogyha éppen nincs kezelés vagy infúzió miatt ágyhoz kötve, de sokszor infúzióval kiülnek ide a kezükben, és én azt hiszem, hogy említést kell tennünk Lala Bohóczról, aki most már lassan egy évtizede jár hozzánk, és minden kedden nagyon, nagyon jó hangulatot csinál itt a gyerekek közében. Annyira ért a nyelvükön, hogy sokszor egy ilyen depressziós vagy afelé hajló serdülőnél többet ér, mint az összes többi doktora itt az osztályon. A főigazgató hozzátette, az a vágy, hogy egy európai színvonalú gyermekosztályt alakítsanak ki a fehérvári kórházban, megvalósult. Ha mindenfajta infrastruktúrális, mindenfajta eszközigényt ki tud elégíteni a kórház ahhoz, hogy európai szintű ellátást nyújtsunk a rászorulóknak, akkor ez egy intézményvezető számára nagy biztonságot jelent, és egyben boldogságot. Különösen úgy, hogy a humán erőforrás, aki dolgozik, szakdolgozók, orvosok, kiemelkedő szakmai szinten teszik a dolgokat nap mint nap.
Természetesen a legjobb az lenne, ha egy gyermeknek soha nem kellene a kórházba jönnie, de amikor itt kell lennie, akkor nem mindegy, hogy milyen ellátást kap, akár emberi, akár szakmai, akár a környezet tekintetében, fogalmazott a polgármester. Cserpalkovics András hozzátette, 6 millió forint támogatást gyűlt össze a futás és az ST adományaiból, bevételéből, ami azt mutatja, hogy akinek volt lehetősége, az akár kisebb, akár nagyobb összeggel, de az ügy mellé állt. 6 évvel ezelőtt Miklós Erika művésznővel gondolkodtunk azon, hogy hogyan lehetne egy város életében az adott évben az új esztendőt elindítani, és így jött az az ötlet, hogy egy jótékonysági estély lehetne, ami minden évben megrendezésre kerülhetne. Ez azóta most már 6-szor meg is történt. Így kezdjük az új esztendőt, minden év első szombatjának estéjén van egy úgynevezett fehérvári estély. Nyilván művésznőnek nagyon-nagyon sok minden köszönhető ebben, és mindig minden évben közösen döntjük el azt is, hogy mi az a cél, ami mellé a támogatókat gyűjtjük. Ez ebben az évben Szent György kórházunknak a gyerekosztálya, illetve azon belül pedig az ágyaknak a cseréje volt. Ez körülbelül 6 millió forintból meg is valósult, és most már itt vannak ezek az új színes ágyak, ezeket átadhattuk, és azt gondolom mindenkit, aki akár a jótékonysági estében, akár pedig az ehhez kapcsolódó jótékonysági futásban, amely pedig mindig adventi időszakban kerül sorra, segített, azt gondolom, hogy egyetért velem abban, jó helyre került ez a támogatás. Nem nagyon kell ösztönözni a fehérváriakat arra, hogy adakozzanak, így volt az idén is. Szerencsére ezzel most sem volt probléma, az elmúlt években számos szociális célt tudtunk megvalósítani, környezetvédelmi elképzelést támogattunk, óvodákat, bölcsödéket, és most pedig a kórház gyerekosztályát. Azt hiszem, hogy mindegyik cél vonatkozásában könnyű volt az embereket megszólítani, és ez így volt most ebben az esztendőben is, és több mint 30 ágyat tudtunk ezzel kicserélni, mindegy 6 millió forint összeggel. 6. éve rendezik meg ezt a jótékonysági sorozatot, hogyha mondhatjuk így, és ez nem szakad meg remélhetőleg idén sem, illetve a következő években. Nem, egészen biztos ezt a szép hagyományt folytatni fogjuk, úgyhogy 2018 első szombatjának estéjén is lesz Fehérvár esté, és a következő hónapokban az is ki fog derülni, hogy mi lesz az a cél, amire majd a jövő évben fogunk gyűjteni. Nem csak a gyermekosztály európai színvonalú a Fejér megyei kórházban. A közelmúltban több mint 500 milliárdos eszközfejlesztésen esett túl ez a részleg. Ami a lényeg, manapság a szívgyógyászat, az akut ellátás és a tervezett ellátás is az invazív technikák irányába tolódott el. Sokkal jobb gyógyulási mutatókat tudnak így a kollégák biztosítani. Ez számokra levetítve azt jelenti, hogy pár évvel ezelőtt olyan 1000 körül ilyen szívkatéteres beavatkozást végeztünk évente, most 3000-nél járunk. Nyilvánvalóan az sem mindegy, hogy milyen eszközökkel tudjuk ezt biztosítani, tehát az eszközparkunk ebben a vonatkozásban is európai színvonalú, és hát nyilvánvalóan ezt kellő szakmai alázattal, kellő szerénységgel a betegek gyógyulására próbáljuk fordítani ezt a képességünket. Az, hogy meg háromszorozódott a betegszám, az minek köszönhető? Annak, hogy egyre többet tudnak megnézni, megtekinteni, vagy pedig annak, hogy sajnos a betegség egyre gyakoribb? Én azt gondolom, ha azt mondanám, hogy nem gyakori betegségről van szó, nyilván nem mondanék igazat, tehát ez egy nagyon gyakori betegség, az érbetegség, ami megbetegítheti többek között a szívkoszorú ereit is, és ezáltal infarktushoz vezethet, és akár hogy az emberek életébe is kerülhet. Ez egy nagyon-nagyon kiemelt terület. Tehát sok a beteg. A másik része az az, hogy a diagnosztikánk is természetesen fejlődött. Tehát nem csak a szívkatéteres technikákat erősítettük meg, amivel ellátunk, hanem a diagnosztikai vonalat is megerősítettük. Nyilván többen is kerülnek a rostán arra a polcra, hogy el kell őket látni invazív technikával. A kettő együtt adja ezt a számot, ami ebben is a gyógyítónak a biztonságát jelenti, az, hogy el is tudjuk látni ezeket a betegeket, tehát a gyógyulási mutatóink is kiemelkedőek, úgyhogy úgy gondolom, hogy megháromszorozódott az ellátott esetszám, az osztályvezető főorvos úrral rendszeresen konzultálunk, és én úgy gondolom, hogy magas szakmai nívon teszik a dolgukat. Ettől egy intézményvezető nyilvánvalóan nyugodt, hiszen az ideérkező esetek döntő többségét sikerrel tudjuk gyógyítani. A két készüléken a intravaszkuláris ultrahangot is tudunk végezni. Ez annyit jelent, hogy katéterezés közben a koszorúér belsejéről is tudunk ultrahang felvételeket készíteni. Ezáltal optimális beavatkozást tudunk végezni, ez véletlen. Néhány héten belül ezt a funkciót is fogunk üzemeltetni. Az osztályvezető főorvos a hemodinamikai laborban mutatja az új műszereket. A két műtőasztalon szívkatéterezés és pacemaker beültetés végezhető. Ez egy külön hemodinamikai részleg, ami
ami minden, ami a beteggel történik, gyakorlatilag ezen a részlegen történik, a betegek ide jönnek, két katéter asztalunk van, megtörténik a beavatkozás, és visszakerülnek ide, és innen mennek haza. Milyen betegek érkeznek ide, milyen panaszokkal? A betegek, akik katéterezésre kerülnek, két úton érkeznek. Ez egyik a tervezett beavatkozások. Naponta 7-8 beteget tudunk fogadni itt ezen a részlegen. Természetesen ezen felül azok a betegek, akik szívinfarktusra kerülnek be a kórházba, ők meg a 9. emelet a kardiológiai intenzívre kerülnek. A szakemberek azt mondják, ugyan van várólista, de az új részlegnek köszönhetően ez tovább rövidül, átlagosan 1-1,5 hónapot kell várni a beavatkozásokra. Nem csak a műtők, az úgynevezett fektető részleg is átalakult. Ez a fektető rész, ami 7 darab ágyal működik, hozzávaló monitoros berendezéssel, a betegek beavatkozás után 12 órát monitorozunk, a pulzusszám, a légzésszám, a vérnyomás ellenőrizünk, és ez követően a betegek hazamennek. A beavatkozástól nem kell félni, de természetesen ezt nem lehet meggyőzni minden beteget. Inkább sok beteg a beavatkozás után elmondja, hogy fölösleges volt a nagy félelem. Viszonylag nagyon-nagyon kevés a szövődményrátánk, meg országszinten is jóval az átlag alatt vagyunk a szövődmények tekintetében. 5 intervenciós kardiológus dolgozik ezen a részlegen, mindenkinek kellő gyakorlata van. A szívkatéterezésen kívül a diagnosztikai részlegben érfestés történik, és évente 1500 koszorúért tágítást, valamint heti 2 alkalommal pacemaker beültetést végeznek. Ez utóbbi éves szinten 250 beavatkozást jelent.